Örülnek a helyiek annak, hogy aszfaltburkolatot kapott a Tölgyfa utca. A vízvezeték hálózatot is bővítették, javították, kicserélték az elhasználódott csöveket. Mészáros Klaudió, a vasutas helyi közösség tanácselnöke azt mondja, annak ellenére, hogy a helyi közösség 2 kilométerre van a város központjától, 7-8 éve nem valósult meg ilyen jellegű beruházás. Az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség jobban pozícionálódott a városba és a városi vezetésbe és a helyi közösségbe, így több investíció jön a helyi közösségbe is. Ebbe a helyi közösségbe lehet tudni, hogy már egy ilyen 7 éve nem volt ilyen rendes aszfaltozás, tehát egy utcát, amit tehát vízvezeték, kanalizáció és aszfalt is, hogy legyen, ilyen investíció egy 7-8 éve nem volt, és nagyon örülünk, és meg akarjuk köszönni Pásztor Bálintnak és Újhelyi Ákosnak, hogy ezt el tudták rendezni, és ezt a befektetés a mi helyi közösségünkben létrejött. A vasutas helyi közösségben megvalósított munkálatok 11 millió dinárba kerültek. Pásztor Bálint, a városi képviselőtestület elnöke azt hangsúlyozta, figyelembe kell venni a helyi közösségek polgárainak igényeit, kisebb beruházásokkal kell javítani az életkörülményeiken. Itt 11 millió dinár értékben aszfaltozásra került sor, ezt megelőzően pedig kicserélték az elhasználódott és korszerűtlen vízvezeték csöveket, valamint az ivóvízhálózat bővítésére is sor került ebben az utcában. Ez fontos ennek az utcának a lakosai számára, de szélesebb kontextusban is, ugyanis tehermentesítésre került a környező utcák közül néhány, úgyhogy közlekedési szempontból is egy fontos beruházásról van szó. A vasutas helyi közösség mellett a maghetesi Jován Dučić utcát is kiaszfaltozták. Az említett utca korábban járhatatlan volt.